Idei első bajnoki meccsén a címvédő fővárosiak ellen lépett pályára a Fátum Nyíregyháza. Az első játszva közepén ellépett ellenfelétől a házigazda, úgy tűnt simán meg lesz a vezetés, végül némi izgalom után 23-ra behúzta a szettet Hollósi László együttese. A második játék részben hasonló volt a forgatókönyv, annyi különbséggel, hogy ezúttal 22 pontig jutott a Vasas. A harmadik játszma derekán még egyenlő volt az állás, a hajrában azonban jobb volt a Nyíregyháza, és a 25-21-es rész siker pontot tett a mérkőzés végére. A Vasas nem volt teljes kerettel, ugye egyik játékosuk olimpiai selejtezőn van, de én úgy gondolom, hogy nekünk nem kell semmit megmagyarázni. Tényleg ez egy nagyon fontos győzelem volt, főleg annak tudatában, hogy itt lehet, hogy akár játszmákon és pontokon fog múlni az, hogy ki hova tudja pozícionálni magát. Még nagyon érdekes lesz, hogy egyáltalán merre is kéne haladni így a rangsorban, hiszen az látszik, hogy például egy Békés Csaba úgy látszik egy kicsit ilyen három hónapossá akarja tenni ezt a bajnokságot, és még most vásárolgat új játékosokat, és ahogy hallottam, Zuhany híradóban még nem fejezték be. Nem biztos, hogy ezt én jónak tartom. Én jobban hiszek abban, amit a többi csapat csinál, hogy végig kell dolgozni ezt a szezon, de hát ez van, ennek megfelelően kell nekünk tovább dolgozni. A nyíregyháziak vasárnap a Vasas otthonában lépnek pályára, és januárban még bajnoki és magyar kupa meccsek, valamint egy CEF kupa mérkőzés is vár a csapatra. A lányok nem nagyon örültek, hogy mondjuk már január 1-én kora reggel dolgozniuk kellett, de próbáltam nekik elmagyarázni, hogy mivel ilyen sűrű a program, ezért nekünk ilyen 3-4 napos mikrociklusokba kell dolgozni, hogy felvegyük ezt a ritmust, és hogy tényleg frissek tudjunk maradni, emellett még tudjunk fejlődni, hiszen én úgy gondolom, hogy nem elég az, hogy mi most úgymond stagnáljunk, hanem mind fizikailag, mind bizonyos játékelemekben még fejlődést várok el a csapattól. A Vasas elleni sikerével az Extraliga tabellájának élére ugrott a Fátum Nyíregyháza, megelőzve a szintén 9 győzelemmel és egy vereséggel álló Kaposvárt.